A 3 évtizede működő muzsikás együttes adott teltházas koncertet Szekszárdon a Művészetek Házában. A zenekar a hagyományos népzenét a 20. századi magyar komolyzenével ötvözi, ezáltal elsőként sikerült elfogadtatniuk a folklort, mint önálló stílust. A nagy sikerű koncerten fellépett Lányi Péter zongora művész is. Az együttes rendkívüli élményé teszi a hagyományos magyar népzenét, előadásmódjuk követi a tradicionális falusi zenészek stílusát. Allegro Barbaro című műsorukkal Bartók és Kodály népdal gyűjteményének legkiemelkedőbb darabjait mutatták be a szekszárdi közönségnek. A két óriás Bartók és Kodálynál azt szokták mondani, hogy Bartók, és én is így gondolom, hogy Bartók a 20. századi elmagányosodó embert, a magára maradt embert. Ugye most talán még jobban lehet érezni, hogy magunkra maradunk, egyedül vagyunk, nem tehetünk semmit, kiszolgáltatottak vagyunk. És Kodály, a másik óriás, ő pedig azt próbálta megmutatni, hogy van út arra, a közösség, a közösségnek muzsikálni. Na most ez a kettő, ez szervesen összetartozik. Az együttes megvalósította a 20. századi magyar komolyzene és a hagyományos népzene ötvözetét. Lányi Péter virtuóz játékával pedig bemutatta, hogyan lehet a tradicionális népi hangszereket zongorán is megszólaltatni. Levegőben érlelődött ez a dolog, és az az igazság, hogy nem csak mi foglalkoztunk ilyenekkel, mindenképpen meg kell említenem Jánosi Andis jókomámnak a nevét, aki egy gyönyörű szép lemezt is adott ki, mi is adtunk ki egy CD-t. A két dolognak más volt az iránya, ő inkább meg szerette volna mutatni, hogy hangzott a Bartók fölvételek, gyűjtések, mi pedig az, hogy mit hallhatott Bartók, hogyan szólhatott. Az együttes az összes európai, valamint a világ legjelentősebb színpadain és előadó termeiben fellépett már, hogy csak a legnagyobbakat említsük, a londoni Royal Festival Hallban, a római Santa Cecilia Akadémián és a New Yorki Carnegie Hallban adtak felejthetetlen koncertet a magyar népzene rajongói számára. Ebbe az évbe sikerült januárban egy olyan hatalmas koncertsorozaton részt venni közösen, ahol egymás után 12 nagyvárosban, ezek ilyenek voltak, hogy London, Köln, Párizs, Madrid, Lisszabon, ilyenek, hogy ezekben egymás után komoly zenei közönségnek Bartók vonós négyest játszani, és a vonós négyesben fölcsillanó a háttérben ott rejlő csodálatos Bartók gyűjtésekből játszani. Említette a külföldi koncerteket, milyen, illetve mennyivel kell másképp játszani egy New Yorki Carnegie Hallban egy nem magyar közönségnek, és itt Szekszárdon a Művészetek Házában egy valóban magyar közönség előtt? Én azt gondolom, hogy ugyanazt kell csinálni. Mindig ugyanazt kell csinálni, ugyanolyan értelemben kell muzsikálni, mert soha nem tudhatjuk, hogy éppen abban a közönségben nincs-e ott az a valaki, aki ezen elindulva valami olyat fog a zenébe hozni, amire mindannyiunknak szüksége van. A társulat Kodály elméletéből kiindulva a zenei nevelést nem csak az iskolai keretek között akarja megvalósítani, hanem a legnagyobb hazai olajipari cég támogatását elnyerve évente 50 iskolában tartanak ingyenes népzenei órákat. Rászánjuk az időnket boldogan, és készülünk ezekre, nagyon ugyanúgy készülünk, mint a Carnegie Hallra. Olyasmiket is játszunk. Olyan szintű koncertet, mint amit a Théâtre de Ville-be Párizsba, vagy pedig a Royal Festival Hallba Londonba csinálunk, azért, mert ugyanúgy jár az itthoni gyerekeknek ez a dolog, ha ugyan nem még első kézből.